Na, sziasztok, köszöntelek újra itt titeket a csatornámon, egy újabb videóval, ami nem más lesz, mint DeLorean építés. És akkor bontsuk is ki, mert elvileg ebben már bent lesz a bögre. Egy határozott mozdulattal letéptem a ragasztót, és lássuk, mi van benne. Ebbe lesz a bögre, a súlyán érzem és a méretén. Na, kezdjük ezzel, mert ez a legfontosabb. Hoppá! Hoppá! Ezt nézzétek, milyen szuper. Back to the Future. Itt pedig a DeLorean. Na, de akkor lássuk, mit rejt még a doboz. Kapásból kapunk egy 19. számot. És kapunk egy 21. számot, megkapunk egy 23. számot, és egy 22. számot, és egy 20. számot. És egy kis befizetni való csekket. Na, de akkor essünk is neki az összeszerelésnek. 19. szám. Amint azt láthatjuk, ez a motornak egy újabb, nagyobb alkatrésze, meg pár kisebb alkatrésze, de akkor gyorsan ki is mondtam. Szóval akkor, igen, ezt írja az újság, hogy vízcső van benne, meg ugye a motordömbnek a teteje, és akkor itt van, hogy föl kell szerelni ide rögtön, úgyhogy akkor neki is esek. Közben mutatnám itt még gyorsan nektek, hogy adtak ehhez egy tök jó kis csipeszt, majd kíváncsi leszek, hogy hol kell használni. Na, ezt a kettőt kellett azzal a csavarral összefogatni, és most mehet rá erre a motordömbnek a tetejére. Ez is megvan, két csavarra rögzítve, most mehet bele ez a vízcső. Ez is kész. Alkalom megjegyzem, hogy maga ez a motortömbnek a része, ez ugye fémből van, mint azt már megszokhattuk, ezek a kis csövek meg alkatrészek pedig műanyagból. Na, most jöhet rá az a furcsa alakú. Na, így akkor ez a rész elkészült, jöhet a 20. 20. szám, kibontva. Ugye a kis tasiba a szívó, csövek, alkatrészek. Itt van ugye, amit az előbb csináltunk. Akkor essünk is neki. Gyors lista az alkatrészekről. És akkor már szerelhetjük is fel. Első lépésként ezt a szívósort kell összerakni. Na, akkor a szívósor összeállt. Most mehet rá a két, gondolom, légszűrő doboz. Na, így már ez is összeállt. Akkor még lapozzunk egyet. Itt jön az a rész, hogy föl kell fogadni a motor tetejére. Alulról kell a 6 darab csavarra. És így fog kinézni, ha elkészül. Na, és akkor így is néz ki összeszerelve, mint ahogy azt itt a mellékelt ábra is mutatja. Ezt a számot megint csak kivégeztük. Jöhet a 21. Na, és akkor itt is van a 21-es szám a hozzátartozó alkatrészekkel. Nyissuk is ki. Tök jó kép a DeLoreanról.
Ezzel már egy egész nagy oldalt szenteltek az alkatrészek listájának. És akkor essünk is neki az összeszerelésnek, ami azt mondja, hogy ezzel a hengerfejjel kell kezdeni. Fogassuk fel. Na hát ez elég egyszerű volt, csak két csavarral kellett rögzíteni, hogy ott a hátoldalán. Úgyhogy lapozzunk is egyet. Itt pedig össze kell rakni ezeket az alkatrészeket. És föl kell fogadni kettő, illetve egy AP csavarral. Ezek az alkatrészek ugye a másik oldali hengerfejnek az alkatrészei. Úgyhogy akkor neki is esek. Na, akkor ez a hengerfej is megvan, úgyhogy jöhet ez a következő alkatrész. Na, ez is kész. Közben itt jegyezném meg, hogy tökre tetszik, hogy ennyi pici apró alkatrészből kell összerakni az autót. Mivel ezáltal még részletgazdagabbnak, még kidolgozottabbnak tűnik az egész. Imádom. És akkor most jöhet ennek a... Szerintem ez a kompresszora lesz, ennek jöhet a másik fele. Ugye ugyanolyan konzol, csak a másik felére kell rögzíteni. Most jön az, hogy ezt az alkatrészt ide fölrögzítjük a hengerfejre. Erre. Most pedig jön hozzá a hátsó fele, ugyanúgy két csavarral, ott van ugye összerakva. Így, és akkor most ezt a hengerfejet is föltehetjük a motor felső részére, így fog majd kinézni, ha elkészül. És íme ez is megvan, úgyhogy lapozunk még egyet, és ezen az oldalon már csak az a dolgunk, hogy rátejük ezt a motor felső részt a motornak az alsó részére, amit mindjárt elő is szedek, két darab DMS csavarral kell rögzíteni, és ezt a kis csövet oda átdugni. Hajrá! És íme elkészült ez a gyönyörű DeLorean motor. Itt van képen, itt van teljes pompájában. Nagyon szépen kidolgozva, jó súlyban van. Ugye a sok fém alkatrész miatt. Aprólékos munka. Nagyon tetszik. Remélem a következő számban már be lehet helyezni magába az autóba, illetve az eddig elkészült alvázba. De akkor haladjunk is tovább a következő számra. Na, 22-es szám. Nagyon sok apró kis kütymücsöt kapunk a motorhoz. Meg itt egy nagyon fasz a képet róla. De akkor, amint látjátok, itt is egy egész oldalt szenteltek az alkatrészek listájának. Különböző csövek, meg szívócsövek, mindenféle. Akkor essünk is neki. Első lépésként föl kell rögzíteni ezt a kis bigyulát a másik kis bigyulára, és az egészet fel a motorra. És már a helyén is van ez a kis kütyű, ahogy látjátok ott felrögzítési rajzot, itt pedig maga az alkatrész. Következő az ez a kis alkatrész, amit föl is tettem, ott láthatjátok, az a kis szürke. Utána jött ennek a két alkatrésznek az összeillesztése, ami itt kap helyet, illetve így néznek ki felszerelve a motorra. Ezután ezt a szívósort kellett összeraknunk, ugye így néz ki, amikor elkészült, két csavar oda, egy csavar oda, és még kettő ide. Most mehet rá szerintem ez a motorra. Na hát fönt van ez a szívósor is. Most azt írja az újság, hogy a gyújtás elosztóba be kell tenni a gyertyakábeleknek a végét, és utána pedig egyenként föltenni a motorra a gyertyakábeleket, úgyhogy most ez fog következni. Hát ezzel rendesen megszívtam, de sikerült föltenni a gyújtáskábeleket. Ugye 6 darab van, tehát ebbe a DeLoreanba 6 hengeres V-motor került. Így néz ki. Nagyon baba. Úgyhogy akkor következzen az utolsó szám. És akkor, ahogy mondtam, elértünk a csomag utolsó számához, a 23. szám. Ugyancsak apró motor alkatrészeket tartalmaz a részletgazdag kidolgozás jegyében.
E-mail az alkatrészek listája. És akkor kezdjük is el felszerelni. Ezzel a gondom kipufogó lesz. Na, fönt is van a helyén ez az alkatrész. Most ezt kell összeilleszteni, ezt a két darabot. Gondolom, hogy ez egy generátor lesz, mert utána így megy föl a motorra. És akkor itt láthatjátok is, hogy már fönt van a generátor. Itt pedig a következő lépésként helyezzük fel a generátornak a feszítőjét. Akkor a generátor feszítő a helyén. Az olajnívó pálcát azt csak oda be kellett pöccenteni. Most jön ez a két sebességváltóház alkatrész, gondolom ezek a váltótartóbakok lesznek. Szereljük is föl oda a váltóra. Na hát ez is megtörtént. Kezd alakulni a kis Delorean motorunk. Nagyon szép. Jó súlyban van. Nagyon sok fröccsöntött fém alkatrészt tartalmaz. Ebből is látszik, hogy milyen jó minőségű és milyen szép kidolgozású. És persze az ára is ehhez mérten jó, borsos. De hát ugye minden hobbi drága, meg kell fizetni. És akkor el is fogytak ebben a csomagban érkezett lapszámok. Köszönöm szépen nektek, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. Még gyorsan lefűzöm az újságokat a mappába, aztán kajálok egyet és irány melózni, mert délután munka. Addig is, amíg a következő videó nem készül el, addig nézzétek a régi videóimat. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra. Ha nem lájkoltátok a videót, akkor gyorsan tegyétek meg. Köszönöm nektek ezt is, meg hogy velem tartottatok, meg mindent. Sziasztok!